Sziasztok, és őr a Vlogmas első részében, legalábbis amilyen videókat, amelyik vlogok most decemberben gyártódnak, készülnek, feltöltésre kerülnek, azokat Vlogmasnak fogom ugye elnevezni. Nem ígérek semmit, ezt meséltem is nektek, hogy nem vállalom be a mindennapi vlogolást, ám bár tök jó lenne, és minden nap úgy kellett, hogy Vlogmas, nagyon sajnálom, de ha lenne egy sminkes tím, egy hajas tím, egy producer, egy kameramen, meg egy vágó, akkor jöhetnek tényleg. De simán megmutatom a napunkat, napjainkat, de hát ez ugye nem fog megtörténni, úgyhogy igazából mindegy is. Arra gondoltam, hogy ma készíteni fogok nektek egy random kis vlogot, ám bár 5:30-kor keltünk, nagyon nem jellemző, bár mondjuk volt, azt hiszem, egy héttel ezelőtt, akkor is 2 napig keltünk 5:30-ig, utána csak visszatértünk ehhez a 7:30-hoz. Aztán most megint 5:30-kor sikerült a kisasszonynak kelnie. Ilyenkor igazából csak annyi, hogy ő fel kell, hason szokott aludni, fel kell, nem tudom visszasimogatni álomba, hanem egyszerűen fel akar kelni, a hátára fordítom, és úgy még el van egy 1/2 órát magában. Nem alszik vissza, csak így nézgelődik, ébredezik, úgyhogy van, amikor olyankor még visszafekszem. Most is visszafeküdtem, és akkor így, amikor már hallottam, hogy már nem pálya, és már nem bírja magában, akkor pedig átbögdöstem a férjemhez, hogy akkor ez most a tied lesz, a te köröd. Korán indult a reggel, de most egyébként 1:30 van. És nem kávét iszom, mert nincs itthon kávé. Soha nem volt még ilyen. Narancslé van. Ebben a cuki kis karácsonyi bögrében, de aztán rájöttem, hogy olyan keveset használom a karácsonyi bögréimet, csak tejhez meg kávéhoz, és amúgy nem szoktam sűrűn tejezni sem, meg kávézni is napi maximum 2-szer, hogy nem használom eleget őket, úgyhogy most már vízhez, meg minden egyéb máshoz is, mondjuk most frissen facsart narancsléhez is ebbe a bögrébe. Ezt a bögrét választottam, ne tegyétek mosogatógépbe, ugyanis én úgy voltam vele, hogy nem fogom mosogatni minden egyes használat után, megy a mosogatógépbe. Fellázadtam, és képzeljétek el, hogy letört a lába, amikor kivettem, és akkor még egy picit vizes volt, áttörögettem, és így lejött az egyik lába, úgyhogy a férjem megragasztotta, de nem fogom berakni őket, van egy másik, egy zöld is, de nem fogom. Egyébként az összes ilyen karácsonyi bögrére most pont itt száradnak, mert elmostam őket kézzel. Rá van írva, hogy nem lehet. Sem mikró, sem mosogatógép. Szed. Most egyébként december 2-a van, és ha lesz időm megvágni, akkor ez minél hamarabb fel fog kerülni egyébként. Kinyitottuk már a 2. IKEA-s adventi kalendáriumot is. Van 2 kalendáriumunk. Még múltkor vettük, amikor még volt. Mert nem tudom, hogy azóta van-e, de volt egy időszak, amikor nem volt. Szóval kinyitogattuk a kalendáriumot, és ám már én idén úgy voltam vele, hogy nem vagyok egy nagy bontogatós kedvemben, de hát azért csak csoki, meg hát az IKEA-s adventi kalendárium, bár mondjuk tavaly is azt hiszem, hogy már lejárt márciusban, és nem tudtuk felhasználni, vagyis hát nem használtuk fel, mindig itthon hagytuk, meg elfelejtettük, meg mit tudom én, és akkor nem tudtuk felhasználni. Az kétszer egy 6000-es volt benne talán, meg egy 2500-as, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz benne. Igazából szeretnék pár bútort venni még, mert most, hogy Bibi itt van velünk, nagyon sok minden plusz lett. Például a nappaliba szeretnék 2 szekrényt is, egy ilyen tálaló szekrény jellegűt, ahova lehetne rakni plusz edényeket, meg ilyen, tudjátok, ami így a tálaló szekrénybe elfér, illetve szeretnék egy ilyen fiókos szekrényt is, amiben egy ilyen papírok, egyéb ilyen dolgok kerülnének bele, úgyhogy nem lenne baj, ha mondjuk azt hiszem, hogy mennyi a 250 000 forintot így kihúznánk, és akkor ez lenne benne egyébként. Tegnap egy ilyen vaníliás trüffel volt benne, ma pedig egy ilyen mars csokidnak megfelelő, és isteni finom volt. Úgyhogy megyünk délután vásárolni. Most már délután van, de a gyerek most kint alszik, míg az apja levélfújóval fújja ugye a leveleket, és arra így instant elalszik a gyerek, úgyhogy szuper. Úgyhogy azért gondoltam, hogy gyorsan most elkezdek nektek vlogolni. Idén már egyébként én díszítettem, már nagyon-nagyon korán megjött a hangulatom, bár azt mondtam én a tavalyi karácsonyunk után, hogy soha többet nem akarok karácsonyozni,
ugye Luffy december 17-én reggelre bénult le, 19-én pedig műtötték, és teljesen így a karácsonyunk az így nagyon feledésbe merült, és nem is akartam hallani róla, ahogy lehetett, és kedvem, energiám volt rá, mindent pakoltam el, dobáltam be a dobozokba, úgyhogy úgy voltam vele, hogy idén nagyon nehezen akart jönni a kedvem, de a gyerek miatt, hogy csak így egész terhességem alatt ezt vártam, hogy jaj, karácsony, meg hogy így csak az első közös karácsonyunk, és díszítettem, és kitettem magamért, és tényleg mindent feldíszítettem, rendeltem ilyen tök cuki ablakmatricát, azt majd mindjárt felrakjuk a gyerek szobájába egyébként, mert oda még nem raktam fel, itt raktam egyedül a konyhaablaknál nincs függöny, és már itt szerintem hülyén néznek ki, tudjátok, ezek a klasszikus régi függönyök, hogy fölül van egy, meg mondjuk lent egy, és középen meg kilátsz, az nekem nem tetszett, úgyhogy itt lent nincs függöny, itt a konyhai résznél. Úgyhogy ide raktam nagyon-nagyon cuki matricákat, illetve a gyerekszobába tervezek még tenni majd amúgy azt is direkt olyat választottam, hogy így arra a nagy ablakra tök jó lesz, úgyhogy igen, vannak ilyen pillanatok, amikor így nagyon-nagyon várom, de aztán meg vannak pillanatok, amikor meg így úgy vagyok vele, hogy ugyanolyannak, mint a többi. Tényleg kezdek ilyen grincsbe átmenni, hogy ugyanolyannak, mint a többi. És mindig azt érzem, hogy mindig a várakozása jó a karácsonyban, és mindig várni, és aztán megjön amire vársz, és akkor így csalódás, mert a család összeveszik, mert a család nem jön össze, mert a család nem tudom, klikkesedik, vagy bármi ilyesmi, most példákat mondtam, de igen. Remélem azért egy ilyen meghitt kis karácsonyunk lesz idén. Idén én nem hívok át egyébként családtagokat. Ugye anyukám miatt nem tudok áthívni, mert úgy voltam vele, hogyha ő nem tud eljönni, ő ugye ágyban fekvő, mozgáskorlátozott, ha ő nincs itt és mindenki más meg elhívok, akkor az milyen dolog már, és őt meg nem tudjuk mozgatni, vagyis hát nagyon-nagyon nehezen, és az nagyon macerás kocsiba, meg mit tudom én egyáltalán fölültetni, szóval, hogy itt tényleg nagyon macerás. Szinte lehetetlen, úgyhogy egy transportálása. Úgyhogy vagy az lesz, hogy oda fogunk települni anyukámékhoz karácsonyra, és akkor ott leszünk például szenteste, de még ez is kérdőjeles, úgyhogy most így a karácsonyunk az valószínűleg lehet, hogy csak így itthon fogjuk tölteni így négyesben. Lufika itt ülve alszik egyébként, azt hiszi, hogy majd valami finomat fog kapni, de most még nem, még nagyon korai ehhez a vacsorához. Szóval, igen, arra gondoltam, hogy most így beszélhetnék, van is vlogoljunk. Még tartozom nektek egyébként egy kérdezfelelek második résszel, azt is fel kellene vennem. De még nem jutottam el odáig, tartozom egy szüléstörténettel is, odáig se jutottam el. Ma akartam felvenni, de igazából, ugye mondtam, hogy délután megyünk vásárolni, de délután megyünk karácsonyfát nézni, ugyanis ma kinézzük a fenyőfánkat. Hát az a helyzet, hogy én úgy voltam vele, hogy nekünk ugye, amikor beköltöztünk a házba, volt egy földlabdás fenyünk, nagyon örültem neki, kiültettem, nem maradt meg, kiszáradt, nem volt jó a gyökere, vagy én nem tudom, hogy mi volt, de nem volt jó. Aztán tavaly műfenyő volt, én egyébként azt nagyon szeretem, elég magas, szép, tök jó, de aztán úgy voltam vele, hogy első karácsonya a gyereknek, legyen igazi fenyő, és valószínűleg ez lesz az első és utolsó, hiszen jövőre már totyogó gyerek lesz, aki majd oda megy a fához, mindent leborít, minden tűlevél majd beleáll a lábába, úgyhogy most lesz az első és utolsó valószínűleg, hogy ezt majd így az igazi fenyőnk lesz, mert jövőre látom azt a katasztrófát, ami a fával történne. Lufika miatt is, Lufika is egyébként, amikor volt igazi fánk, még a lakásban, és nagyon lem voltak az ágai, most tanulni fogunk belőle, és kicsit följebb fogjuk majd vágni, hogy folyamatosan oda ment, és így dörgölőzött a fához, vagy nem is dörgölőzött, csak így alá ment, hogy így nem tudom kommandozni, és csomó tűlevelet hordott szamaszét a lakásba. Hiába a Norman fenyőt vette az ember, az is borzasztó mód hullik. És én december 10-én szeretném felállítani a karácsonyfát, mert december 10-én én már tudtam, hogy Bibi a hasamban van, és van egy képem, amikor díszítjük a fát, és a díszítem én a fát, és még a földön vannak
az ilyen dobozok, meg díszek, meg minden, és így megfogom itt az alhasamat, úgyhogy akarok csinálni egy ilyen képet majd, hogy így a gyerek a kezemben van, és akkor december 10-e egy éve is most. És akkor, ha már itt vagyunk, és a férjem a faleveleket fújja el, az előbb itt volt, akkor megmutatom nektek ezt a kis kreálmányomat. Ez a színszeiről van egyébként. Wow, oh. Igen, ott fújja apa a leveleket. Szóval ez a színszéről van, ez a kis visszaszámláló. Most pont le is van értékelve, ha valakinek tetszik. Én ezt már szerintem szeptemberben beszereztem. Aztán csináltam ide egy ilyen kis kollást, meg van itt egy csomó ilyen karácsonyos dolog, meg múltkor sütöttem egy gyors süteményt, úgyhogy ki lett pakolva a mosogatógéből, és ezeket még nem pakoltam el. De hogy vannak ilyen kis matricák a falon. Szerintem extrém cuki lett így ez így az összkép. Nagyon cuki, hogy így fölnéz ez a kis rénszarvas. Sose tudom eldönteni, hogy hol legyenek egyébként ezek a kalendáriumok. Én ugye ott akartam folytatni egyébként ezt a kalendáriumos dolgot, hogy én nem vagyok egy nagy kalendáriumos... Tavaly azt hiszem, hogy Avon Adventi kalendáriumot bontogattam, és abban teljes kiszerelésű termékek voltak, tök jó volt, de a legtöbb ilyen adventi kalendárium, ami mondjuk kozmetikai, vagy bármilyen típus, az mind ilyen kis minta, és én ki vagyok a mintáktól, szóval, hogy persze tök jó kipróbálni, de azon az ellen inkább én veszek egy bármilyen bevált teljes áru terméket. Persze nagyon izgalmas, aláírom, de amennyit el tudnak kérni egy-egy adventi kalendáriumért, úgyhogy igazából én csak a csokik mellett vagyok minden évben, hogy a csokis, adventi kalendárium, az mindig kell, hogy legyen. Tökre benéztük egyébként, tényleg egy szem kávénk sincsen, ugye ez a fő kávéfőzőnk, és elő kellett venni a csibósat, amihez koffeinmentes kávénk volt csak. Azt hiszem, hogy kettő volt még, egy-egy reggelre volt, amit meg tudtunk inni, meg egyet most evér után, de igazából ez semmire való ahhoz képest, amilyen kávékat szoktunk inni, amilyen erős kávékat szoktunk inni, úgyhogy egy jó fajta kávét muszáj lesz beszereznünk a mai bevásárlásunk alkalmával. És akkor mutatok nektek pár dolgot, ami esetleg érdekes lehet számotokra. Egy az, hogy ez az asztaldíszünk most. Szerintem nagyon cuki, sima egyszerű, amúgy mindjárt elpakolok innen, majd meg fogok mutatni utána is, csak mindent ide készítettem az asztalra, hogy amiket meg akarok mutatni. Ez ugye az asztaldísz, amiben raktam ilyen világítós gömböket, egy kis toboz, meg ilyen kis műzöldek, és van ez a pepkós kis nagyon cuki futó, és ez fog kerülni a gyerekszobába. Kettő ilyen nagy fej, az ablak aljára fogom tenni, mint hogyha így bekukucskálnának a télapó, meg a rénszarvas, meg ugye vannak itt hópelyhek is. Ezt ugye még a gyerek még most semmit nem fog fel belőle, 4 hónapos lesz, most éppen 3 múlt, de nagyon cuki. Aztán, amit még mutatni akartam, mert a napokban kaptuk, a Szalai könyvkiadótól egyébként kaptunk pár nagyon cuki könyvet, és arra gondoltam, hogy ezeket gyorsan megmutatom. Én kaptam, mert én nem csak a baba kapott, hanem én kaptam egy ilyen tervezőt, aztán még kaptam ezt a szakácskönyvet, ami a férjemnek nagy kedvence. A nagypapája mindig ebből főzött, úgyhogy nagyon örült, mikor meglátta, hogy ezt a Horváth Leonás szakácskönyvet is kaptuk a könyvkiadótól, és akkor itt vannak a babások, illetve majd szeretném ezt az asztalt lefesteni majd, amikor a férjem itthon lesz szabadságon karácsonykor, és tud a gyerekre hosszabb időt vigyázni, akkor majd szeretném lefesteni, mert eléggé lepattogott a festék, szinte végig, úgyhogy egy kis renoválás ráférne. Szóval kaptunk ilyen fürdős könyveket, ezt imádja, ezt nem is fürdéshez használjuk most. Nagyon-nagyon szereti, hogy ilyen kis puha, mert megtartottam a kis zacsiját. Akkor vannak ilyen kis színekről tanulós könyv, állatos, úristen, ezt is csak így nézte. Ez még igazából azt hiszem, hogy ilyen egy éves plusz kortól, amikor már tényleg tudja, mit tudom én, hogy be, meg iá, meg tudom én. De most is értékeltek. Van ilyen fürdős könyv, vannak ilyen kontrasztos könyvek, ugye ebben már nem csak fekete-fehér, hanem ilyen színes verziók is vannak. Látjátok? Jaj, nagyon cuki. Olyan jó kis könyveket sikerült Erikának összeválogatnia, hogy nagyon örültünk neki. Ez sima ilyen kontrasztos könyvecske.
meg van egy ilyen altatós. Ennek is nagyon-nagyon örültem egyébként, mert most ugye nem mesélünk neki, igazából csöndben altatjuk, mert azt vettük észre, hogy az vált be eddig a legjobban, hogyha így csöndbe, fehér zajja, stb. De eljön az az idő, amikor majd így nézegetve a képeket, meg mesélve majd altatjuk, úgyhogy ez is nagyon szuper. Ez a könyv is nagyon szuper, ezt most felviszem a szobájába, megmutatom az újdonságokat a szobájába, és akkor felragasztjuk ezeket a kis matricákat. Ezek lenti fürdősek, ez is lenti, meg ezeket is lent hagyom, mert általában lent szoktunk lenni többet a nappaliban, ezeket pedig felviszem. Ja igen, ezeket még gyorsan megmutatom, azért készítettem ide, és azért tettem külön, mert képzeljétek el, amióta nyáladzik a gyerek. Tehát így ennyi nyálkendőt használunk el, ez mind mai termés, és mind tiszta nyál, vagy büfi. Szóval 1, 2, 3, 4, 5, és maradt még mára 5. Ezeket Shein-ről rendeltem, ezeket a büfi kendőket, nagyon-nagyon jók, ilyen tetrapelenka anyagúak, tudjátok, ilyen, milyen textilpelenka anyagúak, nagyon-nagyon tetszik. Ilyen kétfajta méretben lehet ugye állítani, látjátok, hogy nagyon le van kopva. Szóval kettőfajta méretben lehet állítani, én ezt már mostan szárítottam egyébként, és egészen jól bírta, úgyhogy azt mondom, hogy egész jó minőségűnek tűnnek. Én most rendelni is fogok még, mert amúgy 1600 forintba kerül 5 darab, most van valami 25%-ra, és beírjátok Shein-re, hogy valami Bibs set, vagy valami ilyesmit írtam be, vagy írjatok rám Instán, és elküldöm a kódot ezekhez, ez két külön szett, de hogy nagyon-nagyon tetszik. Vannak ilyen simák, amiben mondjuk nincs ilyen virágos, sima fehér, vagy ami mondjuk csak ilyen bézs szett, azt hiszem, hogy ez ilyen bézs szett volt, hogy ilyen fehér-barna. Na mindegy, a lényeg az, hogy ezek nagyon-nagyon beváltak, meg rendeltem egy ilyet, nem tudom, hogy mennyire fog beválni az a helyzet, hogy most már nem tudom, hogy mit kezdjünk a Cosmóval. Mindent kipróbáltunk, szóval, hogy egyelőre most úgy tűnik, hogy bevált az a technika, a valamelyik beve, valamelyik sampont használjuk most, és az talán úgy tűnik, hogy jó lesz, meg a olajjal kenem, kaparom, stb. De rendeltem egy ilyen kis valamit, amivel így át lehet így dörzsölni a kis fejét, hogy ne fájjon neki, hogyha esetleg fésűvel csinálom, úgyhogy hát ha ez segíteni fog a Cosmóval szemben, mert eléggé elburjánzott múltkor, aztán sikerült leszedni, egy pici visszamaradt, úgyhogy reméljük, hogy megszabadulunk tőle most már végleg. Magic. Na te puhi cicke szelle. Ügyes kis cica vagy. Tényleg. Úgy be kell takarulni, a tocskók megfagynak. 13 fokban is. Úgyni. A színszéből rendeltem 2 ilyen felhős polcot, ahogy így láthatjátok, és ide tettem a pelenkázó fölé. Ide tettem egy ilyen kis közös képet, amikor már nagy hassal terhes voltam, meg egy ilyen kis világító színszélyes, nem? Sínes kutyuskát, ami már nem világít. Erősen ajánlott lenne, hogy itt összepakoljak. Ezt le is akartam húzni. Egyébként, mert itt történt egy kis baleset, úgyhogy ezt le is húzom, és majd kimosom. A másik kis felhős polc pedig ide került a kis kórházi fotós falra, ahova így ide tettem ezeket. Úgyhogy ez meg színszéről van, amikor ezt megláttam egyből, a vigyél jutott eszembe, és ide pedig egy csomó fotót fogok majd róla nyomtatni, csak még nem jutottam el odáig, hogy meg is töltsem, de ez is egy nagyon kis cuki kis fotóalbum, amit a Pepco-ban vettem, úgyhogy cuki kis felhőpolcok lettek egyébként felrakva a napokban.
És akkor jöhet az ablak, ami hát széltében elég lesz kettő. Ugye egy Mikulás, egy régén szarvas, viszont lehet, hogy nem fogom feltenni az összes hópályát, mert szerintem az túl zsúfolt lenne. Pont, de így kopra kifér egyébként a kettő. Jó. Akkor erre az ablakra fog kerülni. Mert a másik az kicsi. Egyelőre nem tudom, mikor fogunk tudni elindulni, mert a gyerek még nagyon alszik. Úgyhogy úgy volt, hogy 3-kor indulunk, most egyébként 3 van. Úgyhogy meglátjuk, mi fog ebből a favásárlásból és egyéb más shoppingból kisülni. Tökéletesség, komolyan mondom. Mehetünk fát nézni? Menjünk! Gyere, menjünk fát nézni, olyan sok szép van egyébként már itt kint is. De sok szép van. Mi már kiválasztottuk amúgy. Mutatom majd. Ja, már becsomagolták. Köszönöm! De mi már haza is értünk, voltunk az újban. És megvan a csodaszép fa, úgyhogy nem tudom, meséltem, hogy december 10-én szeretném felállítani. Egyébként már 7:15 van, lassan közelítünk a fürdés időhöz. Ugye én már el is köszönök tőletek, és remélem, hogy tetszett nektek ez a kis random vlognak. Átfordulunk? Találkozunk legközelebb is. Nagyon szép napotok, sziasztok! Ott apa? Ott van apa! És itt van ez a pocó! Pocó, pocó! Megeszem a kockákat! Kockákat! Megeszem a kockákat! Ú, de finom! Nagyon finom az a kocka! Jó! Na, fordulj! Fordulj! Bugyurulj! Tessék! Úgy! Édesem! Azért ne idegeld be magad!